Bocsánat, elnéztem az időpontot. Ladies and gentlemen, this is a bit improvised, but I felt that it was important for us also to express our gratitude to, of course, the Al Vallaby Association, to the ministry, but not at least to heartfelt convey our gratulated congratulations to the award winners of this year's prize. Jó napot kívánok mindenkinek. Igazából nem terveztük, hogy itt most beszélünk, de úgy éreztem, hogy akarunk főleg tisztelet adni a Raoul Wallenbergnek, meg gratulálni a díjazottaknak. Raoul Wallenberg was my colleague. I mean, we work in the same embassy. It's pretty big shoes to fill. We're working a lot in the Swedish embassy to commemorate his legacy, of course, to remember what he did together with the Raoul Wallenberg Association, together with the Raoul Wallenberg Institute in Stockholm, and together with the ministry here in Budapest, in order to spread the knowledge about his deeds. Raoul Wallenberg igazából nekem egy kollégám volt, ugyanabban a nagykövetségben dolgozunk, hogy és ezt hát elég nagy szépen úgy betölteni. És nagyon sokat foglalkozunk a Raoul Wallenberg emlékével. Köszönöm, együttműködünk a Wallenberg Egyesülettel, a Svéd Raoul Wallenberg Akadémiával, a Magyar Külügyminisztériummal, és köszönöm, szoros együttműködés van. And of course, we would like to know, we still don't know exactly what happened to Mr. Wallenberg. Later today at 5 o'clock, you're happy to join us in a commemoration ceremony at the Raoul Wallenberg Utca. Tomorrow, on the 17th of January, that was the date when Mr. Wallenberg was arrested and abducted. And we are holding this event together, also with the association, in order to remember. És ugye mai napig nem tudjuk pontosan, hogy mi lett a Raoul Wallenberg sorsa. És most délután a órakor a Wallenberg-Pozsonyi utca sarkán tartunk a Wallenberg Egyesülettel együtt egy megemlékezést, ugye, mert holnap 17-én lesz a 75. évforduló, hogy a szovjet hadsereg elkurcolt a Wallenbergt. But I would also like to say the following, that the best way to honor Raoul Wallenberg's legacy is actually to be inspired by his bravery and by his moral courage. And of course, not everyone of us will become an iconic hero saving thousands of lives. But here I want to say something, because every one of us has the responsibility to reach out to those in need, to stand up for human rights, to speak up against fake news and disinformation, and to unite where there is division, and to show empathy and inclusion where there are calls for hatred and exclusion. And I would like to conclude by remembering the famous proposal of Professor Yehuda Bauer, who once said that he wanted to add 3 commandments to the existing then, where he said, thou should not be a perpetrator, thou should not be a victim, but thou should never, never be a bystander. Thank you. Hogy persze a megemlékezések nagyon fontosak, de azt szeretném mondani, hogy a legjobb mód, ahogy tudjuk Wallenberg tisztelni, hogy próbálni a ő szellemébe telekedni a mai, a mindennapunkba. És persze nem lehet mindenünkből embernemtök, vagy szerencsére nem más időkben élünk,
és nem kell embereket kihúzni a halálsarokból, de mindannyiunknak megvan egy felelősségünk, hogy hogy beszélünk egymással, hogy kiállunk emberi jogokért, mikor hallunk hazugságokat, akkor azt ellenállni, és ahol széttépés, meg kirekesztés van, ott próbálni segíteni, meg kiállni a igazért. És szeretném Szárásba Jehuda Bauer professzort idézni, hogy volt egy nagyon híres mondása, hogy ne legyél sose elkövető, ne legyél sose áldozat, de pláne sose legyél nem cselekedő. Köszönöm szépen. Ha már elhangzott a délután, vagy tehát 17 óra, ami késő délutánnak mondható, hagyd mondjam el önöknek, már csak azért, hogy ez a reklámhelye is, hogy a 17 órás rendezvényünkön 15 ország nagykövete és 9 ország nagykövete helyettese és a menekültügyi ENSZ szervezet vezetője fog részt venni nemzetközi részvételben. Remélem, a hazaiak nem lesznek kevesebben. Köszönöm szépen. Hát megkérném a díjazásban résztvevőket, tehát a bizottság tagjait, hogy itt sorakozzanak föl a díjátadáshoz, mert elkezdődnek a laudációk, és akkor az első díjazatot majd fölkérem, tehát nem tudom, mondom, Orosz Ferenc, vagy itt vagy pedig, akkor az hát az elnök és a titkár az ott fog beszélni, majd közben fog kezdeni a díjazottakkal, a svéd nagykövetés asszonyt is kérném. De a püspök úr nincs, akkor majd amikor úgy érzi, hogy mozdulni kell, ő is jön föl. És azt hiszem meg vagyunk, ugye? Igen, köszönöm. Ki az első, akiről beszél? Mert akkor megkérjük, hogy ő is válaszoljon fel. Ki az első? Ja, szólítjátok meg. Dr. Majsai Tamást kérem. Más zsidó tárgyú kérdések kutatása. Pályája kezdetén felismerte a keresztény gondolkodásban és a valós keresztény életben is megnyilvánuló antiszemitizmus, mindenek előtt a dogmatikus gyökérzetű teológiai zsidó ellenessége. Felismerte, hogy a katolikus magatartáshoz hasonlóan a protestáns magatartást is a legteljesebb kettősség ellenzi. Egyaránt jelen van benne a szélsőséges teológiai alapokon nyugvó zsidó ellenesség, és a filoszemita tendencia is. Egyháztörténeti és levéltári forráskutatási vizsgálódásai vezették el az 1941-es körösmezei zsidó deportálás történetének feltárásához. A Shoah magyarországi történetével kapcsolatos kutatásokat végzett a Svájcban működő egyházi és világi levéltárakban. Vizsgálta a protestáns egyházak és a magyarországi zsidóság kapcsolatát, az egyházak II. Világháborús embermentő tevékenységét, a holokauszt, teológia történeti és oktatási aspektusai, a magyarországi evangéliumi testvérközösség történeti. Alapító szerkesztője a Világ című szabad kezdeményezésű protestáns lapnak. Kiadta Komoly Ottónak, a Magyar Cionista Szövetség márkisorsú elnökének naplóját. E kutatások kapcsán feltárta, hogy a cionista mentési tevékenység érintkezett a református Jó Pásztor Konventi Missziói Albizottság ez irányú szolgálatával. Csak a legfontosabb tudományos munkái is 20 felettiek, ezért nehéz felsorolni azokat. Dr. Majsai Tamás kimagasló képviselője azon egyházi
személyeknek, akik kitartóan keresik a választ arra, hogy a magyar társadalomnak milyen a szerepe a hazai zsidóság tragikus sorsában. A díjra dr. Krausz Katalin középiskolai tanár, kutató és tolmács javasolta. Kérem dr. Majsai Tamás, vegy át. Újságíró volt a Diplomata magazinnál és a Népszavánál, szintén Szalaegerszegen és Békésmegyében, szerkesztő riporter műsorvezető az MTV híradónál, vallás és közművelődési műsoroknál, kommunikációs tanácsadó nagy cégeknél és a Magyar Rádiónál sportriporter, valamint kreatív szervezetek segítője. Műsorvezetője, kezdeményezője volt az Erzsébet városi közösségi napoknak, a szegénység elleni küzdelem heteinek, klauzáltéri gyermekprogramoknak, ingyenes filmvetítéseket szervez nyugdíjasoknak, és saját ötlete alapján felavatták a Szenes Anna Parkban a gondolatok kövét. Több mint 20 dokumentumfilmet szerkesztett, rendezett, esélyegyenlőség, örökbefogadás, különböző vallások és felekezetek bemutatása, a kisebbségek helyzetének bemutatásáról. Több csatornán is foglalkozott a zsidóság életének, helyzetének bemutatásával, Amos Oz izraeli íróval készített interjúját több csatorna többször vetítette. Tevékenységét több esetben is elismerték, Napsugár gyermekei című filmje külön díjat kapott, elismerést kapott az Angliai Keresztény Filmek Fesztiválján, a Hitben megerősödve című filmjével, az erőszak és béke kérdéseinek feszegetéséért. Kapott Prohulbe kerületi, közéleti, nap és sarnoti díjat is. Kiemelten fontosnak tartotta az előterjesztő a keszthelyi zsidó történetek kutatását és folyamatos publikálását és a hajléktalanok látogatását, támogatását is. Írásaiból, szavaiból, néha szangvinikus megnyilvánulása mellett is szinte áradt az ember szeretet, a humánum, a tenni és segíteni akarás. A díjra a dr. Sebes József terjesztette elő, megkérem Kaczynszky Barbarát a díjat. Arról, hogy mit tegyél roma aktivistaként egy esetleges gárdavonulás alkalmával.
a rasszista sorozatgyilkosságokat követően kutatta és kereste azokat a lehetőségeket, hogy a társadalom kollektíven álljon ki a roma-magyar áldozatok mellett. Ennek érdekében megemlékezést szakmai diskurzus szervezett, amelyekről a sajtó is beszámol. 2017. március 21-én megalakult az Ide Tartozunk Egyesület, amelynek vezetője. Az egyesületben kiemelt hangsúlyt kap az emlékezetpolitika és a pozitív roma önkép kialakítása. Hangsúlyt helyeznek az aktív és tudatos állampolgársági aktivitás kialakítására, amit képzésekkel támogatnak. Segítenek elutasít minden együttműködést a Jobbikkal, és minden politikai párt és szervezet esetén egyenlő mércével tekint a szélsőségek kirekesztése tekintetében. Szövetségese mindenkinek, aki fölemeli hangját a társadalom bármely kirekesztett csoportját ért támadás ellen. A díjra Olá József, a Pest megyei roma szervezet vezetője ajánlotta. Kérem Segít Jenőt, vegy át. Hogy a hivatalos és pártokhoz kötődő cigány szervezetek elmegállják a cigányoknak szánt támogatásokat. Állandó vita alatt állt az öngondoskodásra alakuló támogatási elképzelése is. Az is nagy felhűnést keltett, hogy fejlesztési elképzeléseit a faluban meg is valósította, oktatásokat indított a gazdaság üzemeltetéséhez szükséges ismeretek megszerzéséhez, és hagyma krumpli termesztésbe és állattenyésztésbe is kezdtek. A termelési többletből szegény családokat támogattak országszerte és Pécsett is, Budapestre is eljutottak termékeikkel. Támogatja a közmunka intézményét, aminek keretében kertészeti munkákat láttak el, de nem tudták a falu házait is. A rossz bűnügyi helyzetű faluban szinte megszűnt a bűnözés. Külön figyelmet fordított a kölcsönös tiszteletre a cigány kisebbségnek a többséggel kialakított viszonyában. Nézetei és cselekedetei vitát váltottak ki egyes roma szervezetekben, de sokan támogatják kezdeményezéseit. Szókimondása okán gyakran került vitába a szélső jobboldali szervezetekkel is. Sikerei és szókimondása miatt sok támadás ért el és éri. Külön említést érdemel, hogy amatőr művészként szerepet vállalt a falu holokauszt emlékművének elkészítésében is. Tevékenységét számos esetben ismerték el különböző díjakkal, és legutóbb a Láthatatlan Magyarország Facebook csoport 2019-es év civil polgármesterének választotta. A díjra ajánló évek óta figyelemmel kíséri tevékenységét, és példaként tekint rá a kisebbségi és többségi társadalom együttélése kapcsán. Véleménye szerint Bogdán László modern gondolkodó vezető, aki gyakorlatban csiszolt képességével, felkészültségével bármilyen közegben, Magyarországon és nemzetközi szinten is megbecsült vezető lenne. A díjra Horváth Mindberg Judit, a Raoul Wallenberg Egyesület tagja és a svédországi Raoul Wallenberg Akadémia önkéntes munkatársa terjesztette fel. Kérem Bogdán László, vegye át a díjat.
Iványi Gábor, kérem, hogy már adjon föl. Iványi Gábor pedagógus család 11 gyermekéből másodikként született Szolnokon. Nős, 6 gyermeke és 8 unokája. Középiskolai tanulmányait Nyíregyházán végezte, majd 1970 és 74 között teológus lelkész hallgatóként tanult a Szabad Egyházak Lelkészképző Intézetében. 1991-ben szerezte meg diplomáját végül a Wesleyános Lelkészképző Főiskolának. 73-tól a Magyarországi Metodista Egyházban segédlelkész, majd az említett egyházban kirekesztett lelkészek és hívők csoportjának tagja, 74-től 81-ig illegalitásban. 77-ben egyesületi joggal való visszaélés címén felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. 1981-ben alapító lelkésze volt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek. 1987-től a Wesleyános Lelkészképző Főiskola megbízott igazgatója, rektora. A főiskola és a fenntartó egyház kezdettől fogva úttörő lépéseket tett a magyar holokauszt kezdetének emlékezetére. Képviselői a 2000-es évektől kezdve többször is elmentek Kamenyec-Podolszkijba, és a város közparkjából, ahol mintegy 20 ezer magyar zsidó mártírum is nyugszik, elhoztak egy kis facsemetét, meg egy zsákföldet. A főiskola udvarán elültetett fa körül sírathatták el a néhai áldozatok még élő utódai először szeretteiket. Az ukrajnai zarándok út akkor valamiféle tiltakozás is volt, Hegedűs Lórán református lelkész hírhet Galícián ereket kirekesztendő beszédére. Az azt követő években rendbehozták az elhanyagolt helyi temetőhelyet is, és az egyik névtelen tömegsírdomban magyar, ukrán, héber nyelvű emléktáblát helyeztek el. Iványi Gábor és hívei munkatársai mindig megjelentek a roma közösség védelmében, ha a romák emberi jogait fenyegetik. 2004. februárjában adományaival ott volt Tőketerebesen, Szlovákiai Észjeglátozás központjában. 2009-ben Tatár-Szentgyörgyön a többségi társadalom nevében búcsúztatta a meggyilkolt Csorba Rubikát. Iványi Gábor példaképének, Wesley Jánosnak a nyomdokain haladva intézményeket alapított a kitaszítottak érdekében. Abaúj kérén középiskolát, Kőbányai Mártelepen óvodát, a Józsefvárosi Dambó utcában hajléktalan menedékhelyet hozott létre. Iványi Gábor méltó folytatása annak a humanista protestáns szellemiségnek, amelyre Raoul Wallenberg példája is tanít bennünket. Iványi Gábor ajánlója Horváth Lindberg Judit, a Raoul Wallenberg Egyesület tagja és a Svédországi Raoul Wallenberg Akadémia önkéntes munkatársa. Kérem Iványi Gábor, vegy át a díjat! Születésekor édesapja a Szigeti Jenő kisebbségi adventista lelkészként végezte hivatását. Már a családi részek melegében megtanulta, hogy a kisebbség milyen értékes a magyar társadalomban. Mint egyetemi tanár több mint fél évszázadot már eltöltött a felsőoktatásban, most is ott, és különös érzékenységgel fordult a zsidóság irányába is, és eközben végzett alkotó, író és előadói munkájáért kapott Sejber Sándor díjat. A szocialista időszakban a Szovjetunióban is úgy tanította a kisebbségben élő egyházak, adventista, metodista, baptista diákjait, hogy nagy kiállításokat látogattak meg, és eközben a képek alapján egyház történetet oktatott. Nemzetközi munkája során az ukrajnai magyarság területén, valamint az erdélyi területeken is rendszeresen tanított, oktatott elnyomásban lévő kisebbségeket, csángókat, ruszinokat, magyarokat, szidókat is.
Szigeti Jenő egész életében kiemelten kezelte a kisebbségvédelmet, az érintettek felemelése és bátorítása érdekében. 2006-tól a Kontakt Rádió vallás és kultúra műsorában kiemelten kezelte a kisebbségben értéket megjelenítő személyiségeket a közép-európai régióban. Ugyanezt folytatta 2009-től a 6-os csatorna vallás és kultúra műsorában is. Oktatói munkája mellett széleskörű tudományos munkát is végzett, alapításból tagja a református doktorok kollégiumának, 1979 és 80-ban az Egyesült Államokban, 1992 és 94 között az Oktatás Kutató Intézetben, majd 1995-ben Kárpátalján kutatott egyháztörténetet. 10 évig tagja volt az Európai Adventista Főiskolák Európai Bizottságának. Szigeti Jenő példás életútja azt mutatja, nem mehetünk el szótlanul a kisebbségek élethelyzete mellett. Olyan generációt nevelt hallgatóiból, akik hasonlóan figyelnek a kisebbségi lét minden rezdülésére is. Az előterjesztő azt is elmondta, hogy Szigeti Jenő édesapja személyesen is ismerte Raúl Wallenberget és Derékenységet. A díjra a hetednapi adventista egyház elnöke Ócsai Tamás terjesztette elő. Megkérde a professzor dr. Szigeti urat, vegye át a díjat. Van arra, nem szükségszerű, hogy aki szeretne a díjazottak részéről egy kívánatot mondani, mert lehetőséget adunk. Nem fontos. Nem beszéltük meg. Délután 5-kor beszél, és arra készül már. De nagyon hálás. Jó. Parancsoljon. Sok tisztelettel köszöntök mindenkit. Én egyetértek a lelkek újraállításával, hogy nem ideális világban élünk, sőt, a emberi szervezeteknek fokozni kellene a tevékenységüket. Ez az egyik állításom, másik pedig szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy miközben mi az embermentést ünnepeljük, aközben ezekben a percekben is zajlik egy, hívjuk úgy, háború a gyöngyöspatai cigány gyermekek ellen, akik esetében egy jogerős bírói döntést is vitatnak a regnáló politikusok, ezzel teljesen elmaszatolva a jogállamiság és a bíróság intézményébe betett hitet, hogy szót ne is pazaroljak arra, amit egyébként is tudunk, hogy Magyarországon közel 500 iskolában oktatják elbűnözetten a cigány gyerekeket. Tehát szeretném, hogyha az ünnepi pillanatokban arra is maradna erejük, hogy megkeressük azt a petíciókat, amit tiltakozásról a miniszterelnök nyilatkozott, hogy ellen indítottuk, adatlanul megtalálják. Köszönöm. Minket egyformán tét a szél, minket egyformán vett az es. Minket egyformán süt a nap, minket egyformán termeszt a fagy. Mi mégsem. Azt gondolom, hogy nem maradhatna roma társaink a többség szava nélkül, és igen, valóban ma ismét megtapasztalhatjuk, hogy bűn maradhat büntetlenül, és én is szeretném, hogy amit Sedét Jelvék elmondtak itt, ezek a szavak nem maradnak vízhangtalanul, és nem azt nézzük, hogy kinek a, milyen a bőrszíne, hanem azt, hogy csak ember és ember van. Ezen a mai napon valóban elhangzott a televízióban és a rádióban, hogy azok a szegregált roma gyerekek, akikkel kapcsolatban jogerős ítélet mondja ki, hogy igenis velük szemben súlyos bűnt követtek el.
ezeket az azóta már felnőtt gyerekeket, fiatalokat nem kártalanítják. A baj ott kezdődik, hogyha hagyjuk, hogy csak ők mondják el, nekünk is el kell mondani, hogy bűn nem maradhat büntetlenül. Én támogatom a petíciót. Szóval gondolkoztam közben, most is, amíg hallgattuk társaiknak személyes beszédét és igaz beszédét, hogy a nagy tettekre vagy a tisztességes kiállásra nem akkor kell készülnünk, amikor már szinte mindenben tehetetlen, hanem békeidőben is, akkor kell felismernünk azt a bennünk rejlő rosszat is, mert mindannyiunkban van jó és rossz természet is, és ezekben a békés időkben kell mindenképpen tisztességes módon közelíteni az alapvető emberi jogokhoz, mások jogaihoz, mások megszólalási lehetőségeihez, és ebben függetlenül attól, hogy milyen országban, földnek melyik részén élünk, mindig szükség van. És azt gondolom, hogy van ember is tudatosan készült arra, hogyha egyszer szükség lesz az ő munkájára. Én jól emlékszem, ezért mellőzte a latinnak a Stúri bácsi nálam, úgyhogy ezt mondom, a latin nyelvnek a tanulás, és ezért akart inkább modern nyelveket tanulni, hogyha szükség lesz rá a nehéz időkben, akkor ő készen legyen erre a feladatra. Nem tudunk jobban készülni a végés időkben, mint hogy fölemeljük a szavunkat minden ellen, így most a gyöngyöspatai cigányok, cigány testvéreiknek a megaláztatása miatt, vagy ugyanígy Miskolcon. Örök visszatérő problémák, egymást váltó kormányok alatt megoldatlan problémák kerülnek elő, ugyanígy az antiszemitizmus újra és újra alattomosan megjelenik társadalmunkban, és erre nem lehet azt válaszolni, hogy embernek folyamatosan nyílt utcán zsidókat. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban, ahol az első politikusoktól kezdve a legkisebbekig az iskolában és akár a szolgálatban, bölcsödében lévők is hasonlóképpen gondolkoznak arról, hogy mit szabad és mit nem. És ennek a díjnak az egyik fontos missziója az, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy békeidőben, amikor nem így még a ház, akkor tegyük meg mindent azért, hogy ne is különbözünk be a baj. Kedves barátaim, kedves jelenlévőket, valójában egy egzisztenciális dilemmámat szeretném megosztani a jelen felszólalás keretében. Azt jelesül, hogy minek utána a postalában megjegyzetén észrevettem a díjazottak körében való részvételből szóló tájékoztatást. Igen, meg lepődtem, de a technikai meglepetésen túl hamarosan egy szokásos erkölcsi dilemma lett rajtam úrrá, nevezetesen, amikor minden ilyen esetben, amidőn valamilyen közélet diakóniai tevékenység rangján messze túlmutató mértékű elismerés lesz körülbelül, akkor én nehezen tudok másra gondolni, és nehezen tudok mit kezdeni a díjazásnak emelt tényével, lefog legyen szó adott esetben akár magamról is. A Lukács evangéliumában Jézus egyik mondása jut ilyenkor mindig eszembe, amikor tanítványoknak arról beszélt, hogy
cselekszik mindazt, amit az örökké való elvárt és kért tőle, akkor valójában semmifajta elismerése nem lehet méltó, hiszen nem tett semmi többet, mint azt, ami kötelessége lett volna, és éppen ezért hanyagrest és muska szolgálat minősült. Kiválóképpen érvényes ez, azt mondom, egy olyan díjnak az átvételekor, amikor a díj névadója által fémjelzett tevékenység fényérni, sok fényérni távolságban van mindattól, amit én egészen biztos magam személyében életem munkájának összegzésére sem meg tudnék megközelíteni. Miért veszem át mégis ezt a díjat? Hát igazság szerint nem én van erre jó válaszom. Ha csak az nem, hogy örömteli dolog nekem abba a közösségbe tartoznom, akiknek az életét, értékrendjét, gondolkodását, tevékenységét és szolgálatát a névadójának a tevékenységével kapcsolatban álló buzgóságok motiválják, és talán azért, hogy egyszer mint kérhessem is az engem erre a díjra felterjesztőt, illetve a díj oda ítélőit, valamint természetesen a mellettem lévő társdíjazottakat, volt és még leendő díjazottakat, hogy nem basszanak el sohasem engem a barátságuk és bizalmuk legyen olyan mérték, hogy nem basszanak el engem figyelmeztetni a bibliai igazságra és arra, amikor a saját magam életében restés és hanyag lusta szolgálnak bizonyulnék. És zárásul még annyit, hogy igen, megszólított engem Sedét Jenőnek a gondolata, ezzel foglalkozunk immáron napok óta, azt gondolom, hogy valamennyiüket jó lélekkel bátorítom és buzdítom a magam részéről is, hogy a miniszterelnök úrnak végtelenül szepős és tisztátalan, tisztességtelen mondatai által megbélyegzett cigány testvéreinknek a méltósága életében, aki tud kövesten el mindenütt és mindenütt mindenkor mindent. Köszönöm önnek. Minden ember kisebbség. A kisebbség mindig a többségért van. De csak akkor, hogyha az alapvető etikai szabályt, hogy az embert tisztelni kell, ezt tiszteletbe tartjuk. Előttem szólók elmondtak sok mindent. Együtt dobog velük a szívem. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy legyünk sók, ha már az új szövetségről van szó. A só ízesít és romlástól szükség van, hogy az emberek gondolkodjanak egy kicsit azon, hogy két egyforma ember nincs, de mindenkire fel kell a nap. Két egyforma ember nincs, mert mindenki másképp gondolkodik. Két egyforma ember nincs, mert
máshol a világban, de valahol mindnyájan a másikért vagyunk. És úgy gondolom, embernek lenni, az azt jelenti, a másikért itt élő embernek lenni. Vigyék el ezt a gondolatot, és menjünk együtt az úton. Köszönöm, hogy meghallgattam. Nagyon köszönjük. Lehet köszönteni most a díjazottakat. Aki szereti a pesgőt, korlátozott mértékben van itt, az itt is beköszöntheti. Sétáljon fel és köszöntse velünk. Tessenek ide nézni. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket. A Wallenberg táblánál történő megemlékezés alkalmával. Túl vagyunk már Wallenberg díjazáson, de mielőtt ezt elmondanám, szeretném köszönteni, akiket itt megláttam a környéken. A Tóth József urat, a helyi polgármester. Kiszékeny Dezső urat, a országgyűlési képviselő. Láttam több túlélőt is, azokat is köszöntöm. És hát felolvassam, megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok erre. Belgium, Horvátország, felolvasom jó előbb, jó? Belgium, Horvátország, Észtország, Európa Bizottság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Kanada, Izrael és Ukrajna nagykövetei. Ausztria, Bulgária, Csehország, Dánia, Németország, Írország, Litvánia, Egyesült Államok, Norvégia helyettes nagyköveteket, illetve ügyvívőjét, valamint az ENSZ menekültügyi főbizottság vezetőjét, és ha a külügyminisztériumtól itt van a főosztályvezető helyettes úr, azt is. Nagyon örülök, hogy ilyen erős nemzetközi részvétel van. Mindenféleképpen, miután más részvétel lehet itt, mint a délutáni díjátadón, szeretném felolvasni, hogy kik kaptak ma Wallenberg díjat. Wallenberg díjat kapott az itt később megszólaló Kaczynszky Barbara, tanító újságíró színész. Professzor dr. Szigeti Jenő, adventista lelkész egyetemi tanár. Dr. Majsai Tamás lelkész történész, Iványi Gábor metodista lelkész, Setét Jenő roma civil szervezet vezetője és Bogdán László cserdi polgármester. Nem szeretnék sokat beszélni, Göncz Árpád volt köztársasági elnökünktől szeretnék egy idézetet mondani az alkalomhoz illően. Wallenberg a falakról egy 30 néhány esztendős férfiként tekint vissza ránk. Örök fiatalon maradt. Meg az időben, bocsánat, rosszul hangsúlyoztam. Tehát örök fiatalon maradt meg az időben, nehezen látni. Tisztessége és hivatása nem engedte őt 80 évessé öregedni. Ez az arc történelem, de több is annál. A történelem jobbik arca. Ha számba vesszük múltunkat, ilyen arc ritkán tekintett ránk. Már-már hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a történelemben a jó a kivétel. Ám épp a história személyessége miatt nem fogadhatjuk el a jó eltűnését, hiszen mi magunk vagyunk a történelmünk. Köszönöm szépen! Dear ladies and gentlemen, we'd like to welcome you all on our commemorative event at the Raoul Wallenberg Plate. We would like to welcome the representatives, the local representatives, the ambassadors and the deputy heads of missions who joined us today, the representative from the United Nations High Commissioner for Refugees, and the deputy head of department from the Ministry of Foreign Affairs and Trade. Because not everyone was here, I would like to shortly introduce the awardees of the Wallenberg Award this year. Barbara Kaczynski, teacher journalist, who is going to speak later today. Dr. Jenő Szigeti, Adventist pastor and university professor. Dr. Tamás Majsai, pastor and historian. Gábor Iványi, Methodist pastor. Jenő Setét, head of Roma civil organization. And László Bogdán, mayor of Cserdi. And I would like to begin with a short quotation from Árpád Göncz.
Wallenberg looks at us as a 30-something young gentleman from this world. He stays young forever in time. His integrity and mission did not let him to grow into an old man. His face is history, but also much more than that, the better face of history. If we consider our past, a face like this rarely looked or looks at us. We may be tempted to think that goodness is an exemption in history. But history is deeply personal, so we cannot accept disappearance of goodness, as we are our own history. Thank you. Felkérem ő excellenciájét, Dag Hertérius nagykövet urat, hogy tartsa meg emlékbeszédét. Ladies and gentlemen, of the decades, I've visited a number of Nazi concentration camps: Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen, among them. As ambassador to Poland previously, about 10 years ago, I also participated in the annual memorial services on 27th of January in Auschwitz. Hölgyeim és uraim, az elmúlt évtizedben több náci koncentrációs táborba is ellátogattam, többek között Auschwitz-Birkenauba, Majdanekbe, Sachsenhausenbe, Ravensbrückbe és Mauthausenbe. Lengyelországban dolgozó nagykövetként 10 évvel ezelőtt részt vettem a január 27-i éves megemlékezésen Auschwitzban. And after each visit, I've sensed two things more than anything else. The first is numbness. Numbness after trying to fathom the sheer size of the systematic killings of Jews in the Holocaust. Minden látogatás után elsősorban két érzést fedeztem fel magamban. Az első egyfajta zsibbadtság volt. A zsibbadtság, miután megpróbáltam valahogy felmérni a holokauszt során a zsidó áldozatok ellen elkövetett szisztematikus gyilkosságok léptékét. The second is the proof of evil embedded in its bureaucratization. The systematic documentation of thefts, experiments on human beings, of killings. A második pedig annak a bizonysága, hogy a gonosz mélyen beágyazódik a bürokratizmusba. Az az alaposság, amelyel a rablást, az embereken végzett kísérleteket és a gyilkosságokat dokumentálták. The distant and stiff wording of the administrative protocols may on the surface seem innocent, but for me they reinforce the cruelty and brutality. They are definitely not words of banality. Az adminisztráció távolságtartó és merev fogalmazásmódja, amely a felszínen talán ártatlannak tűnik, de számomra csak megerősíti a kegyetlenséget és a brutalitást. Egyértelműen nem banális kifejezésekről van szó. And those who wrote them and those who took the actions cannot have escaped the evilness. They were part of it, they knew. They were not simply obeying orders and Hitler's law, like Adolf Eichmann claimed in the trial in Jerusalem 1961. Azok, akik leírták, és azok, akik végrehajtották őket, nem menekülhetnek a gonoszság elől. Maguk is részesei voltak annak, és ezt nagyon jól tudták is. Nem pusztán parancsra és Hitler törvényei szerint cselekedtek, mint ahogy azt Adolf Eichmann állította az 1961-es jeruzsálemi tárgyalásán. But as we know, there were also people during the war who had the inner strength and courage to follow their conviction and try to rescue Jewish people from an unavoidable death. One of these was Raoul Wallenberg. De azt is tudjuk, hogy a háború alatt egyes emberekben megvolt a belső erő és a bátorság, hogy kövessék meggyőződésüket és megpróbálják megmenteni a zsidó embereket az elkerülhetetlennek tűnő haláltól. Raoul Wallenberg is közéjük tartozott.
And this time of the year, in 1945, 75 years ago today, he was captured by the Soviets here in Budapest and brought to Moscow, imprisoned by the other totalitarian communist power of the time and never returned to freedom. 75 évvel ezelőtt, 1945-ben, az évnek ebben az időszakában fogták el a szovjetek itt, Budapesten, hogy aztán Moszkvába hurcolják. Bebörtönözte a korszak másik totalitárius kommunista hatalma, és soha nem kapta vissza a szabadságát. As a Swedish diplomat, I have at a number of occasions been involved in the efforts to clarify Raoul Wallenberg's destiny after he disappeared here in Budapest. One of the people I interviewed in East Germany 20 years ago had shared prison cell with Wallenberg in Lubyanka, the NKVD headquarters in Moscow. Svéd diplomataként több alkalommal is részese voltam az erőfeszítéseknek, amelyek Raoul Wallenberg sorsát szerették volna feltárni budapesti eltűnését követően. Az egyik személy, akivel Kelet-Németországban beszéltem, 20 évvel ezelőtt, Wallenberg cellatársa volt egy darabig a Lubjanka téren az NKVD főhadiszállásán. Wallenberg's fate has followed me in my work in Stockholm, Moscow, Berlin and London. And it seems natural for me to be here in Budapest, where it happened and started. Wallenberg sorsa végigkísért engem is Stockholmban, Moszkvában, Berlinben és Londonban végzett munkám során. Így természetes számomra, hogy ma is itt vagyok, ahol minden elkezdődött és történt. Raoul Wallenberg was important first and foremost for the people he saved. Raoul Wallenberg elsősorban azok számára volt fontos, akiket megmentett. Second, Raoul Wallenberg serves as a role model for all of us as human beings for his civil courage. He reminds us of our responsibility not to be a bystander. Emellett Raoul Wallenberg az állampolgári bátorság példájaként szolgál mindnyájunk számára. Emlékeztet minket arra a felelősségünkre, hogy ne maradjunk tétlen bámészkodók. And third, he helps us never to forget. The International Forum on Remembrance of the Holocaust and Combating Antisemitism, which will take place in Malmö in Sweden in October, will be one very important event for this purpose. Harmadsorban pedig a tettei és a sorsa segítenek bennünket abban, hogy ne felejtsünk. Ezt a célt szolgálja majd egy jelentős esemény is 2020 októberében a svédországi Malmöben, a holokausztra való emlékezés és az antiszemitizmus elleni harc jegyében szervezett nemzetközi fórum. But also us gathering here tonight to mark Raoul Wallenberg's capture is important for not forgetting. And this is also why I'm so grateful to see you all here tonight and thank you for coming. Thank you so much. De az emlékek megőrzése szempontjából az is nagyon fontos, hogy ma este itt összegyűltünk, hogy megemlékezzünk Raoul Wallenbergről. Így igazán hálás vagyok, hogy eljöttek, elfogadták a meghívásunkat. Köszönöm. Felkérném az új Wallenberg díjas, az egyikét az új Wallenberg díjasoknak, Kaczynski Barbarát, hogy emlékbeszédét mondja. Now we would like to give the floor to Barbara Kaczynski, one of the new awardees of the Wallenberg Award. Tisztelt hölgyeim és uraim! Itt állunk a sötétségben, de nincs mindig sötétség. Ma arra az emberre emlékezünk, akit önmagunkban kellene minden nap felfedeznünk, amikor embertelenséggel, kirekesztéssel vagy gyűlölettel szembesülünk. Ma nem lenne szabad feledni és felejteni. Raoul Wallenberg nem csupán a múlt embermentő hőse, hanem örök példakép az emberiség számára, hogy szégyenteljes korokban akár egyetlen ember is milyen hihetetlenül sokat tehet embertársaiért, az életért. Ladies and gentlemen,
We are standing here today in darkness, but it is not always dark. Today we commemorate a person who we should discover in ourselves every day when faced with inhumanity, discrimination and hatred. And we shouldn't forget. Raoul Wallenberg is not only a hero of the past, but also an eternal example for humanity, showing how much a single person can do for their fellow man and life itself in shameful times. Engedjék meg nekem, hogy megosszam a személyes történetem Raoul Wallenberg kapcsán. 4 évesen tanultam meg írni és olvasni egy holokauszt túlélő nénitől. Ő volt az én pótanyám. Sem rokoni, sem vallási szálak nem fűztek hozzá, csak egy kimondhatatlanul erős szeretet kötelék. Csupa felnőtt könyvet olvastunk, mert neki nem voltak gyermekkönyvei, és senki mással sem volt rajtam kívül. Nem volt neki ott más, csak én, a kisgyerek. Nekem mesélt. Az egyszer volt családjáról, a testvéreiről, a barátairól, a zsidóságáról, a bujkálásról, az életről, a halálról, és egy emberről, aki megmentette az életét. Kisiskolásként hát azt játszottam, hogy családokat mentek, és különböző rejtekhelyeket találtam ki, ahol elbújthattatom az én Irénke néném édesanyját, édesapját, testvéreit, és mindenki megmenekül. Vissza akartam fordítani az időt. Allow me to share my personal story related to Raoul Wallenberg. I learned reading and writing at the age of 4 from a lady who survived the Holocaust. She was like a mother to me. I was not related to her by blood or religion, but we were connected through an indescribable bond of love. We were only reading books written for adults because she did not have any story books. She did not only lack these kids' books, but everything else as well. She did not have anyone, just me, a small child. And she told stories to me about her family long past, about being Jewish, about hiding, about life and death, and the person who saved her. As a primary school pupil, I often played that I'm saving families, finding all kinds of shelters to hide the parents, siblings and friends of my aunt Irene, and to save everyone. I wanted to turn back the wheel of time. 10 éves voltam, amikor ő meghalt. Azt hiszem, onnantól akartam tudni, kinek köszönhetem, hogy élt, és hogy az életem része volt. I was 10 years old when she died. I think from that moment on, I wanted to know who to thank for her life and for being a part of mine. Legyen áldott minden ember, aki akár egyetlen életet megment. Raoul Wallenberg 10000-eket mentett. Dacolt az állandó veszéllyel, a félelemmel, a közönnyel, a gyűlölettel, a gyilkosokkal. Nem talált kifogásokat, tettével önmagát adta másokért. Tetteivel önmagát adta másokért. Kicsikért, nagyokért, ismerősökért, ismeretlenekért, mindazokért, akiket egy őrült kor, őrült eszméi megbélyegeztek és halálra ítéltek. Be blessed every man who saves another life. Wallenberg saved tens of thousands of people. He faced danger, fear, indifference and hatred. He did not look for excuses. With his actions, he gave his life for many. For young and old, for friends and strangers. For everyone who were branded and sentenced to death by the mad ideas of a mad time. Kimondhatjuk, Wallenberg azon kevesek egyike, a történelem talán legsötétebb korszakában, aki győzelmet tudott aratni az embertelenség felett. We can say that Wallenberg is one of the few who managed to be triumphant over inhumanity
in one of the darkest eras of human history. Nekünk, akik ebben a korban élünk, tanulnunk kell a példájából, hisz megtapasztalhatjuk, hogy az antiszemitizmus, a rasszizmus, az idegen gyűlölet napról napra terjed, mint valamiféle láthatatlan pest is. Miközben csak ember és ember van, és mégis ki le akarja győzni a másikát. We who are living today have to learn from his example, as we can see that antisemitism, racism and xenophobia spreading day by day as an invisible plague. Everyone is a human being, but they still want to defeat each other. Magyarországon ma az irgalomból, a könyörületből, az empátiából, a párbeszédből és a szolidaritásból is egyre inkább hiány mutatkozik. Nem állnak ki tömegek a szegényekért, a fogyatékkal élőkért, a hajléktalanokért. There seems to be a lack of mercy, compassion, empathy, dialogue and solidarity in Hungary today. The masses do not stand for the poor, for people living with disabilities or without a home. Ma következmények nélkül lehet zsidózni, cigányozni, szegregálni. There are no consequences for calling Jewish or Roma people names and segregation. Ma a mi gyönyörű hazánkban nagyon sokan vannak, akik úgy akarnak magyarabbak lenni a magyarnál, hogy bőrszín, származás, vallás, nemi identitás alapján saját honfitársaikat kirekesztik. Today in our beautiful home country, so many people want to be more Hungarian than the rest, that they discriminate against their own compatriots based on color, origin, religion or gender. Ma büntetlenül lehet emberi méltóságukban megalázni nőket, időseket, melegeket. Today you can humiliate women, elderly or gay people without any repercussions. Ma szabadon lehet történelmet hamisítani, áldozatokat zárójelbe tenni, tényeket kiradírozni. Today you can freely modify history, sideline victims and erase facts. Fel kell hát végre fedeznünk önmagunkban Wallenberget. Azt az embert, aki nem másoktól várta és várja a változást, hanem tesz is érte. We finally have to discover Wallenberg in ourselves, the person who does not wait for others to initiate change, but takes action. Wallenberg azt üzeni nekünk, akik ma itt élünk ebben az országban, hogy fedezzük fel végre önmagunkban a lelkiismeretünket. Nem latolgathatjuk-e, hogy megszólalunk-e, ha bárkinek sérülnek a jogai. Nem bújhatunk el a közön nyálarca mögé, hogy ez nem a mi dolgunk. Ma Magyarországon a lelkeket kell megmenteni a gyűlölettől. We have to find our conscience in ourselves again. We must not have second doubts to speak up when someone's rights are violated. We cannot hide behind a mask of indifference by saying that it is not our duty to do something. Today we have to save souls from hatred. Köszönjük szépen. Kemény szavak, de igaz szavak. Azt hiszem eljött az ideje, hogy elhelyezzük a megemlékezés világait és a Mécses. Először kérném a helyi polgármester urat és az országgyűlési képviselőt, vagy együtt lesz minden együtt.
feladatot is olyan.